Kedves testvéreim, a következő adventi napon ezt az evangéliumot olvassuk, Máté evangéliumából. Amikor Jézus tovább ment, onnan két vak követte őt, és így kiáltozott, könyörölj rajtunk, Dávid fia. Amikor hazaérkezett, oda mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom azt tenni? Azok ezt válaszolták neki, igen, Uram. Erre ő megérintette a szemüket, és így szólt, legyen nektek hitetek szerint. Ekkor megnyílt a szemünk. Jézus pedig komolyan rájuk parancsolt. Vigyázzátok, senki meg nem tudja, de ők mihelyett kimentek, szétvitték a hírét azon az egész vidéken. Két vak kérdezi, nem csak kérdezi, de kéri Jézustól, könyörölj rajtunk. Ad nekünk a látást. Kértek a fizikai gyógyulást, és meg is kaptak. A mi életünkben nem csak a fizikai vakság van, csak lelki is vakság. Mi is tudunk mondani a mai napon, könyörölj rajtam, hogy lássak, hogy tudjak megkülönböztetni jó a rossztól, hogy lássak, mit kell tennem. Jézus kérdezi tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Miért Jézus Krisztus kérdezi a vakoktól? Én tudta, hogy tud ezt megtenni. Lehet, hogy ezzel a kérdéssel is fordul hozzánk. Hiszünk mi igazából, hogy Isten ereje van megváltoztatni az életünket. Lehet, hogy tudok mondani az Istennek, hogy szeretlek, hogy szeretem Istent, de hiszem az ő erejébe, hogy ő tud megváltoztatni az életemet. Köszönöm.